Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják. Mielőtt belekezdenék a mai hírek ismertetésébe, szeretném megkérni önöket, hogy iratkozzanak fel csatornákra, ha ezt még nem tették meg, a csengő gomb megnyomásával pedig értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételekről. Ma október 3-a kedvan és legelőször az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről pár szót. Az Egyesült Államok elég eretlen Ukrajna lépéseivel többet kérnek tőlük. Az Egyesült Államok tisztviselői a színfalak mögött egyre gyakrabban szólítják fel az ukrán tisztviselőket arra, hogy tegyenek újabb lépéseket a kormányzati korrupció visszaszorítása érdekében, tudta meg a CNN több névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselőtől a csatorna úgy tudja, az amerikaiak azt is jelezték, Ukrajna bizonyos gazdasági újjáépítéshez folyósított pénzügyi támogatásokat csak akkor kaphat meg, ha reformokat hajt végre. Emiatt az amerikai külügy a nyáron egy hivatalos iratot, de is küldött Ukrajnának, ugyanakkor a tisztviselők azt mondták, hogy mindez a katonai célú támogatásokat egyáltalán nem érinti. Az üzenetünk mindig is az volt az ukránoknak, hogy ha bármilyen forrással visszaélés történik, akkor minden amerikai segély veszélybe kerülhet, mondta az egyik tisztviselő a CNN-nek. Erről az index számolt be. Afrikát érdeklik az ukrán fegyverek, állítja az ukrán külügyminiszter. Dimitro Kuleba szerint az afrikai országok nem csak vásárolják az ukrán fegyvereket, de azok saját maguk általi gyártásairánt is érdeklődnek. Az ukrán diplomácia vezetője elmondta, hogy az orosz offenzíva előtt Afrika volt az ukrán fegyverek legnagyobb felvásárló piaca, jelenleg pedig csak az ukrán cégek visszatérését várják az ottani fegyverpiacra. Dimitro Kuleba elárulta azt is, hogy az egyik afrikai ország elnöke bizalmasan arra kérte őt, hogy osszák meg velük a nyugati arzenájukat. Elvégre már annyi sok fegyvert kapott Ukrajna a nyugattól, hogy biztosan sok a felesleg. A külügyminiszter szerint az afrikai országokban most is nagy kereslet van az ukrán fegyverek iránt, Újabban pedig az iránt is kereslet alakult ki, hogy a saját országaiban kezdenék el nyártani az ukrán haditechnikát. Erről az interfax.com számolt be. Mexikó elnöke szerint Ukrajna helyett Latin-Amerikának segíthetne az Egyesült Államok. Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök szerint az Egyesült Államok irracionálisan sok pénzt költ Ukrajna katonai támogatására. Az államfő egyúttal felszólította Washingtont, hogy fordítson több anyagi forrást a latin-amerikai országok támogatására, írja Sky News. A mexikói elnök már többször kérte az Egyesült Államokat, hogy a migrációs nyomás enyhítése érdekében adjon több pénzt a közép-amerikai és karibi térség gazdasági fejlődésének támogatására. Legutóbbi felszólalásakor kijelentett bár az Egyesült Államok ez alkalommal nem engedélyezte a támogatások folyósítását, már így is rengeteg pénzt küldött Ukrajnának. Vajon mennyit szántak az ukrajnai háborúra? 30-50 milliárd dollárt? Ez a lehető legirracionálisabb, legkárosabb dolog, amit csak tehettek, vélekedik. Szerinte összességében igyekszik semleges maradni a háború kérdésében, több alkalommal bírálta a Kievnek nyújtott katonai támogatást, valamint béketárgyalásokat is sürget. Igaz, Mexikó is támogatott néhány ENSZ határozatot, amelyben elismerték Oroszország felelősségét a konfliktusban. Erről a Mondiner számolt be. Figyelmeztetett a Pentagon, folytán az ukrajnai fegyverpótlásra szánt pénz. A Pentagon arra figyelmeztette az amerikai kongresszust, hogy fogytán a pénz a Washington által Ukrajnának küldött fegyverek pótlására. A kongresszusnak küldött levélben az is szerepel, hogy a Pentagon kénytelen volt lelassítani az egyes csapatok utánpótlását, és sürgeti a kongresszust, hogy pótolja az Ukrajnának szánt finanszírozást. Az Associated Press által megszerzett dokumentumban a Pentagon számvevője, Michael McCord közölte a képviselőház és a szenátus vezetőivel, hogy a kongresszus révén Ukrajnába áramló amerikai katonai készletek pótlására biztosított 25,9 milliárd dollárból 1,6 milliárd dollár maradt. A készletek között több millió tüzérségi lövedék és rakéta szerepel, amelyek létfontosságúak Ukrajna ellentámadásához, amelynek célja az Oroszország által a háború során megszerzett területek visszafoglalása. McCord azt is kijelentette, hogy további finanszírozás nélkül az Egyesült Államoknak késleltetnie vagy csökkentenie kell a légvédelmi fegyverek, lőszerek, drónok, valamint a romboló és áttörő berendezések beszerzését, amelyek sürgősek most, amikor Oroszország téli offenzívára készül. Erről a Mondiner számolt be. A politikó szerint a nyugat egységes kiállása Kiev mellett sosem volt még ennyire repedezett. Az orosz-ukrán katonai konfliktus kezdete óta jellemző volt a nyugati államok többsége részéről a kiállás Ukrajna mellett. Most, hogy már több mint 500 napja tart a konfliktus a két ország között, és lényegi változás régóta nem történik, kezdenek megjelenni az első repedések, az eddig szilárna gondolt nyugati kiállásban, írta meg a politikó. Ennek láthattuk nemrég egy jelét akkor is, amikor Amerikában a republikánus törvényhozók kisiklatták azt az erőfeszítést, ami jelentős mennyiségű segélyt szabadított volna fel Ukrajna számára, ilyesmit legalábbis korábban nehezen lehetett volna elképzelni tisztán látszik, hogy a kongresszusi republikánusok hozzáállása megkeményedett és véget akarnak vetni Washington Kievnek nyújtott támogatásának, írta az amerikai hírportál. A lap Orbán Viktort is megemlíti, aki már korábban is kijelentette, hogy nem hajlandó finanszírozni Ukrajnát, ha csak nem vizsgálja felül az országban élő magyar kisebbségekkel való bánásmódot. Bár a kritikusok ezt az álláspontot taktikai vétónak tartják, melynek célja, hogy felszabadítsa azokat a forrásokat, amelyeket Brüsszel visszatart Budapestől egy egy külön jogállamisági vita miatt, minden esetre az jól látható, hogy gyengülni látszik a nyugati front Kijev mögött. Erről a Mondiner számolt be. Ukrajna első osztályú állam, EU-tagsága is első osztályú lesz, üzente Kuleba. Dimitro Kulaba külügyminiszter cáfolta hétfőn, hogy tárgyalások folynának Ukrajna és az Európai Unió között részleges vagy bármilyen egyéb hiányos EU tagságról. A tárca vezető erről újságírói kérdésekre válaszolva beszélt az EU tagországok Kijevi kihelyezett informális tanácskozása utáni sajtótájékoztatón. A külügyminiszter Denis Mihál ukrán miniszterelnök múlt heti kijelentését kommentálta amelyben a kormányfő leszögezte, hogy Ukrajna nem lenne elégedett egy másodosztályú uniós tagsággal. Kuleba szerint Brüsszelben nem tettek ilyen javaslatot Kijevnek, és a megbeszélések azzal az alapvetéssel folynak, hogy Ukrajna az EU teljes jogú tagja lesz. Ukrajna első osztályú állam, EU tagsága is első osztályú lesz, szögezte le. Joseph Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hozzáfűzte, hogy részleges vagy 35%-os uniós tagság nem létezik. A tagság az tagság, nem értem ez honnan jön, mondta Kuleba. Az EU tagországok külügyminisztereinek Kievi találkozóján konszenzus volt érezhető szerinte Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban. A mai találkozó arról is szólt, hogy Ukrajna EU taggá váljon, és ebben is konszenzus volt az asztal körül. Ez pusztán idő kérdése. Mind Ukrajna, mind az európai fél eltökélt abban, hogy maximális sebességgel történjen az előre mozdulás ebben a kérdésben, figyelembe véve mindazokat a reformokat, amelyeket Ukrajna végrehajtott, végrehajt és végre fog hajtani, hangsúlyozta. Közölte, Ukrajna elnöke uniós külügyminiszterekkel találkozott Kijevben, Ukrajna jelezte, hogy végrehajtja az Európai Bizottság által tagsági tárgyalások megkezdésére tett a hét ajánlást. Arra számítunk, hogy ezek végrehajtását becsületesen, átláthatóan, további követelmények támasztása nélkül fogják elbírálni, jegyezte meg. Borrell kijelentette, meggyőződése szerint az EU csatlakozás önmagában is képes, komoly, biztonsági garanciákat nyújtani Kijevnek. Emlékeztetett arra, hogy 2023 végéig az uniós országok vezetői megkapják az Európai Bizottság ajánlásait Ukrajna esetleges tagságának kérdésében, és ezt követően döntenek arról, hogy megkezdik-e a tárgyalási folyamatot Kijevvel. Kifejezte a béli reményét, hogy az EU tagországok az év végéig meg tudnak állapodni egy 5 milliárd eurós biztonsági támogatás nyújtásáról Ukrajnának 2024-re. Erről a Mondiner számolt be. Kiev levette az OTP bankot a nemzetközi háborús szponzorok listájáról. Levette az OTP Bankot a Nemzetközi Háborút Finanszírozó Vállalatok listájáról az Ukrán Nemzeti Korrupció Megelőzési Ügynökség. Jelentették be hétfőn a holnapjukon, A közlemény szerint az elmúlt napokban az Európai Külügyi Szolgálat részvételével folytatott megbeszéléseken az OTP Bank számos kötelezettséget vállalt az orosz piacra vonatkozó jövőbeni terveikkel kapcsolatban. Erről a Pesti Srácok számolt be. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang hír összefoglaló műsora. A mikrofonnál Longauer Andrást hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak.